mindenkinek lássam az arcát, tehát hogy nem úgy minden senki. Még egy utolsó fotóra állnak össze a válogatott atléták, mielőtt busszal útra kelnek Győrből Prága felé, hogy a fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságon szerepeljenek. Akár már az első napon is egy kiváló magyar eredménynek tapsolhatunk, amikor is Mártonita fog súlylökésben selejtezni, és bízunk benne, hogy rá egy pár nappal akár már az ő nyakába belé sakasztják a valamelyik érmet, de rajta kívül több olyan versenyzőnk van, mondhatnám itt a 60 méteres gátfutásba résztvevő Bai Balást vagy Kis Dánielt, aki érmes reményekkel utazik ki a Csefővárosba. Érmes reményekkel utazik a 12 tagú magyar csapat a viadalra, amely már rég vett részt nemzetközi viadalon ilyen nagy létszámmal. Igazából nem szeretek helyezésben gondolkozni, mindig csak a saját eredményemmel szeretek foglalkozni, és az a célom, hogy minden versenyszámomból a legtöbbet kihozzam eredményileg, és nem szoktam abban előre gondolkozni, hogy ez hova lesz elég, majd a végén összeadják a pontjaimat, és akkor meghatározzák, hogy hanyadik helyezést érek el. Dobogós helyezés a célja a szabadtéren és fedett pályán is EB negyedik Bai Balázsnak 60 méter gáton. Nagyon jó formában érzem magam, nagyon jól sikerült a felkészülés. A fedett pályás szezonom egy kicsit felemásan kezdődött, úgyhogy voltak eleinte problémák, de úgy érzem, hogy mostanra teljesen rendbe jött minden, mind fizikailag, mind mentálisan. Úgyhogy elsősorban egy jó versenyzést várok magamtól, mindenképpen döntőbe szeretnék kerülni, és ha döntőn belül sikerül tennem a maximumot, akkor akár az első helyek kiosztásába is beleszólhatok, én legalábbis ezt remélem. Ha kíváncsi az atlétákkal készített bővebb beszélgetésre, akkor hétfőn este kapcsoljon a Győr Pluszra, mert sportmagazinunkban megmutatjuk.